Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Most is az Úr dolgairól fogunk beszélgetni, remélem érdekelni fog benneteket. Ha igen, akkor készítsük el a szívünket, a lelkünket az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra. Az előzőekben Káinról és Ábelről beszéltem nektek, most ezen az alkalmon folytatom, hogy mi is történt, hogy is alakult aztán ennek a két testvérnek az élete és a sorsa. Ábel és Káin áldozatáról fogok beszélni nektek. Ábel egészen más lelkületű fiú volt, mint Káin. Egyik napon is körülnézett, és látta, hogy milyen sok jót adott neki Isten, hogy vannak juhai, és hogy megvan a ruházata, a mindennapi kenyere, és hogy boldog volt, hogy egyáltalán élhet a föld kerekségén. Úgy érezte, hogy elérkezett az a pillanat, amikor odaáll Isten elé, és megköszöni mindazt, amit tőle kapott. Lehet, ugye, nekünk is vannak, amiket meg kellene köszönni Istennek, olyan természetesnek vesszük, hogy kapunk ajándékokat, ruhát, cipőt, egészséget, és hogy képesek vagyunk tanulni, odafigyelni dolgokra. Szóval Ábelnek megtelt a szíve hálával, hogy élhet, hogy egészséges, hogy mindene megvan, amire szüksége van, és nagyon boldog volt, nagyon boldog embernek érezte magát. Hát az ő testvére, Káin, másképpen gondolkodott. Neki nem jutott eszébe ilyesmi, hogy ő neki hálásnak kellene lenni. Istennek, hogy ő hálával tartozik, hogy amit tőle kapott, hát ő megdolgozott, mondta, nézd Ábel, micsoda izmaim vannak, látod, milyen erős kezem van. Én megdolgoztam, vetettem, kapáltam, arattam, mindent csináltam. Miért tartoznék én hálával az Istennek? Na, mondd meg! Ábel sokat gondolkozott azon, hogy hogyan is fejezhetné ki a háláját? Hogy hogyan is köszönje meg Istennek a szeretetét, azt a jót, amit kapott tőle, és elhatározta, hogy a Teremtő elé oda fog állni. Hiszen a szüleit Isten csodálatos módon a földből, az agyagból, a porból teremtette, formálta, adott nekik értelmet, szemet, fület, nyelvet, fogakat, mindent, szívet, mindent adott nekik. És hogy ez egy csodálatos dolog, hogy van ember, hogy élhet valaki. És ő a Teremtő iránt érzett hálát, és úgy gondolta, hogy valami ajándékot kellene adni a Teremtőnek. Hát Édith, esze,
iszom a finom dolgokat, és hogy hát, talán nem is annyira voltam én eddig hálás, de most érzem a szívemben, hogy nem maradhatok én hálátlan a Teremtő iránt, aki annyi jóságát közölte velem. Tudom már, mondta Ábel, hogy mit kellene tennem. Valahogy megpróbálom a hálámat kifejezni Isten iránt. Hát először is készülődök valamire. Úgy gondoltam, hogy egy nagy kőrakást alakítok ki, és vannak itt kövek, itt is, ott is, nagy darab kövek, kisebb, apró kövek, és összehordom ezeket a köveket. Képzeljétek el, hogy Ábel hogy cipelte a nagy köveket, odaszorította magához, a két karjába vette a köveket. Könnyű volt a kis követ vinni, a kis zsebre való követ. Hát az könnyű volt vinni, de vitt olyan nagy köveket, és többször is fordulni kellett, hogy egy nagy kupac legyen belőle, hogy egy nagy kőrakás legyen belőle. Kisebb-nagyobb köveket hordott össze. Végül, hát már izzadt, már kezdett elfáradni, és egy nagy kőrakást alakított ki. Figyeljetek csak erre. Erre a kőrakásra helyezem majd fel az ajándékomat hálából. Igen, ez lesz. De nem tudom, meg fogja Isten látni az én ajándékomat? Hát Isten, hát nem látom. Valószínű, hogy messzire van Isten, hát én csak egy kis porszem vagyok, meg az ajándékom is, meg fogja ezt látni Isten? Hát igen, hát még az angyalok is meg fogják látni ezt a kőcsomót, ezt a kőrakást, és örülni fog ennek Isten, hogy én összehordtam ezt a nagy kőrakást, elegyengedtem szépen, laposra formáltam a tetejét, hogy majd itt valami ajándékot helyezek el. Hát én jó szívvel adok ajándékot Istennek, szeretetből, mert én szeretem Istent. Isten kedves nekem. Szeretem őt. Hát, Ábel szépen összerendezte a kőrakást, és akkor elment, gallyakat szedegetett, talált ott elkorhat fatörzseket, és ezeket a fákat, fadarabokat, gallyat, ráhelyezte erre a kőrakásra, amit elnevezett oltárnak. És készen állt, oda készítette az eszközt, amivel majd itt tüzet fog gyújtani. Na, hát mi lehet az ajándék, amit Ábel fog adni Istennek? Képzeljétek csak, hogy Ábel ugye juhokat tartott, és volt neki egy nagyon aranyos, nagyon kedves báránya, és úgy gondolta, hogy ami neki a legkedvesebb, ami a legszebb, ami a legaranyosabb, ami legjobban a szívéhez nőtt, hogy azt adja Istennek. A legjobbat. A legjobbat adom Istennek, a legszebbet adom Istennek.
Nem, az, nem a szánta bárányt adom Istennek. Nem azt a bárányt, ami az egyik szemére vak. Nem azt adom, hanem a legszebbet. Hát Istennek, a teremtőnek, hát nem lehet selejtet akármit adni. És képzeljétek el, hogy a nyájból elővette, karjaiba vette, a legaranyosabb bárány magához szorította, mennyire szerette ezt a kis barikát. És akkor Ábel imádkozott, és hálát adott Istennek mindenért, amit kapott tőle, az ételért, az italért. Kész volt az ajándékot Istennek adni. Te is oda tudnád adni Istennek, ami neked a legkedvesebb. Mi a legkedvesebb neked az otthonodban? Nézd csak körül. Amikor Istennek akarsz adni valakit, valamit, akkor egy embernek adod oda, aki szükségben van, akinek kellene az a segítség, amit csak te adhatsz meg neki. Hát, mi történt akkor, amikor hát föltette a farakás tetejére Ábel a legkedvesebbjét? Meggyújtotta a fát Ábel a bárány alatt. Sírt is, könnyezett is, törölgette a szemét Ábel. Nagyon nehéz volt, de odaadta Istennek, amit annyira szeretett. A hatalmas tűz keletkezett, és a lángok egy pillanat alatt megemésztették a bárányt, és a füst felszállt magasra, nagyon magasra felszállt Isten elé az Ábel imádságával együtt. Ábel közben imádkozott, dicsőség, hála neked, Uram, hála neked, hogy szeretsz engem. És mit gondoltok? Tetszett Istennek az Ábel ajándéka? Igen, tetszett neki. Miért tetszett? Azért, mert tiszta szívből adta. Mert tiszta szívből adta az ajándékot. Azért, ha mi is adunk Istennek, akkor mindig jó szívvel, mindig örömmel, mindig hálával adjunk. Aztán azzal folytatom ezt a történetet, hogy Kain, amikor ezt meglátta, hogy Ábel ajándékot tett Isten elé, tágra nyílt a szeme, és nem akart lemaradni. Azt mondta, hogy Ábel, ilyenre gondolt, hogy Istennek ajándékot ad, és az irítség elfogta Kain szívét, és nagyon bosszús volt, csikorgatta a fogát. Csikorgatta a fogát, hogy majd én megmutatom. Irigykedett Ábel. Azt mondta Kain, verte a mellét, hogy majd én megmutatom. Én külön ajándékot fogok adni Istennek, mint Ábel. Hát elvégre én vagyok az idősebb fiú, ő meg az öcsém, hát mit tudja ő, hogy mit kell Istennek adni? Én tudom, biztos, hogy ezt kell adni, hogy hát összeszedek egy kis búzát a földemről, nem olyan nagy bőtermés, de hozom ezt a kis búzaszemeket, és ez termett. Ebben nem volt semmi szeretet.
és odadobta a szemek, a búza szemeket Isten elé, odadobta Kain a búza szemeket Isten elé. Nesze, itt van az ajándék, ugye? De miért is atyaként hálát? Kain nem ismerte azt, hogy köszönöm szépen. Nem ismerte azt, hogy ő neki hálásnak kellene lenni valamiért is. Csak úgy félválláról odadobta Isten elé a búza szemeket. Itt van az ajándék, Isten. Mit szólsz hozzá, Isten? Tetszik neked ez, Isten? És képzeljétek el, hogy Isten nem felelt. Isten hallgatott. És milyen türelmes is az Isten. Látta, hogy Káin nem tiszta szívvel adta azokat a búza szemeket, hanem csak úgy odadobta Isten elé. És ennek Isten nem örült. Ami nem szeretetből van, Isten annak nem örül. Isten annak nem örül, hogyha te valakinek nem szeretetből adsz, ha valakinek nem örömmel adsz, hanem fogcsikorgatva, hanem elbizakodva, hogy te milyen sztár vagy, milyen nagyszerű ember vagy. Mi ugye, gyerekek, mi ugye nem úgy viselkedünk, mint Kain. Mi nem úgy dobjuk oda Isten elé, amit neki adunk, hanem szeretetből, mert Isten szeret minket. Annyira szeret, hogy az egyszülött fiát, Jézust is odaadta értünk áldozatul, az oltára tette, hogy megmentsen minket, hogy üdvösséget adjon nekünk hitáltal. Hát ez a történet. Itt most abba hagyom. Majd aztán folytatom a következő alkalommal, ha Isten is úgy akarja. Mi ugye, gyerekek, mi ugye nem úgy viselkedünk, mint Kain. Mi nem úgy dobjuk oda Isten elé, amit neki adunk, hanem szeretetből, mert Isten szeret minket. Annyira szeret, hogy az egyszülött fiát, Jézust is odaadta értünk áldozatul, az oltára tette, hogy megmentsen minket, hogy üdvösséget adjon nekünk hitáltal. Hát ez a történet. Itt most abba hagyom. Majd aztán folytatom a következő alkalommal, ha Isten is úgy akarja.